Mozog velünk sportmagazin első adását látják, köszöntöm Önöket, Vasvári Ferenc vagyok. Augusztustól a Gödi Televízió műsorán heti rendszerességgel igyekszünk hírt adni a város sportéletéről, verseny- és szabadidősportjáról, valamint az utánpótlás nevelés aktuális kérdéseiről. Sportmagazinunk hamarosan a www.göditémák.hu honlapcímen is elérhető lesz. Nézzük, mit láthatnak a mai műsorunkban. Németh András a GSE kézilabdázói mellett. Ha augusztus 20, akkor sárkányhajó és asztali tenisz. Kajakos éremeső az utánpótlás OB. Szabadstrand alsó és felső gödön. Dunakaland kötélpálya a szakácskertben. Kezdjük hát kézilabdával. Németh Andrást Gödön üdvözölhetjük. A kiváló sportszakember mesteredző a következő bajnokságban a GSE kézilabdázónak szakmai munkáját fogja irányítani. A szakosztály mindennapjaival kapcsolatban Dankó Istvántól kértünk interjút. Most 2013 nyarától Németh András visszatért Gödre, és a Gödi Sport Egyesület kézilabda szakosztálynak szakmai igazgatója. Kérem, hogy a részletekről mondjál néhány gondolatot. Hát sikerült megnyerni őt erre a titulusra. És nem kapott idén szerződést, és ezáltal így elvállalt ezt a posztot. A heti 5 edzéssel készülünk az alapozással, és 2 edzést ő tart meg kedden és pénteken. Bármikor meg is lehet nézni, tehát hogyha valaki erre kíváncsi és szeretne, nem megnézi, hogy hogyan alakul a kézilabda csapat. Milyen fejlődést vártok a szakosztálytól eredmények tekintetében? Meg szeretnék NB2 északi csoportot nyerni, és jövőre meg NB1B szintű csapatot szeretnénk kovácsolni ebből a csapatból. A alap koncepció az, hogy a TAU-s pályázat, amit beadtunk 2013-2014 évre, a utánpótlásra is, és az edzői fizetések, tehát minden ilyen egyéb kiegészítéseként szeretnék létrehozni ezt az NB1B-s csapatot, és ott szeretnénk stabil középcsapatot kialakítani. Mi a helyzet az ifjúság vagy juniorkorú játékosok terén? Jelen pillanatban is toborzás folyik, és gyakorlatilag a jelenlegi játékosok mind megmaradtak. Egy játékos ment el Vácra, többiek megmaradtak, és az ő képzésük meg a ő felzárkóztatásuk jelen pillanatban is folyamatban van. Edzők terén lesz valami változás? Edzők terén nem történik változás, Tőzsér Tibor marad a edző, csak őt Németh András szakmai irányelve alapján alakul ki majd a csapatnak a összeállítása és a edzéseket ő irányítja. Az ősszel kezdődő bajnokságra elkezdődött a felkészülés, immár 3 hete tart, mik az első benyomások néhány edzés után? Hát sikerült stabilizálni a létszámot, mint most is látható, 20-nál többen vannak edzésen, és hát úgy látom, hogy tulajdonképpen nagy kedvel jönnek a játékosok, és tulajdonképpen elég rendben van ez a dolog. A munka, hát hogy az elején vagyunk, hát ez még ugye elkezdtük a felkészülést, én is nézegettem őket, hogy kit mire tudjuk majd felhasználni, és hogy fogom én ezt javasolni, és hát ugye elkezdtük az átigazolásokat is, tulajdonképpen ketten már biztosak, Kisner Erika és Takács Gabriel, a két volt váltott játékos, biztos, hogy fogja segíteni a csapatot, illetve az is biztos, hogy Szentendéről majd kettőssel jön Grósz Kitti, aki most az Európa-bajnok magyar strandkézilabda csapatban volt, a Európa legértékesebb strandkézilabda játékosa, és hát még azért egy-két játékos feltétlenül akarunk igazolni, hogy mindenképpen elérjük a célunkat, hogy feljusson a Göd csapat az NB1B-be. Ha augusztus 20-a, akkor immár hagyomány a belépés családos túlvízi sportnap és a rekordkupa asztali tenisz verseny. A szabadidős programokról a szervezőket kérdeztük. A belépés családos túl programsorozat keretében augusztus vége felé, illetve szeptember elején milyen programokra lehet még számítani? Most 20-án a hagyományos vízinapunk lesz középpontban a sárkányhajó kupával, és szeptemberben a másik népszerű esemény a születi sport délelőtt, ami együtt van a születi fesztivállal,
Itt a Gödiese pályáján lesz egyéni és családi futóverseny, és családi focikupa. Beszéljünk kicsit az augusztus 20-áról, itt gyakorlatilag Gödömer hagyomány, hogyha augusztus 20-a, akkor nagy sárkányhajó összecsapásra lehet számítani. Kiket vártok, kiket invitáltok, milyen programok szerepelnek azon a napon a műsoron? Igen, 12 órától déli harangszóra kezdődik a sárkányhajózás az Alsógödi Szabadstrand területén. Valóban az elmúlt 2-3 évben már 10-12 csapat nevezett mindig, és aki nem tudja, azért 20 fő fér be ebbe a hajóba. Úgyhogy nagyon sokan tényleg van, amikor a strandolók közül is jelentkezik önállóan egy csapat. Úgyhogy kiket várunk? Lesz amatőr kategória, lesz profi kategória, ami azt jelenti, hogy ha esetleg Budapestről vagy Vácról van egy olyan profi csapat, akinek aznap nincs más esemény, eljöhet és külön kategóriában versenyezhet, de azért leginkább az amatőrökre, azon belül pedig ugye a családi csapatokra számítok, ha már belépés családostul, de nem kell szorosan azt venni, hogy csak egy családból. Mondjuk az lesz a kitétel, hogy legalább minimum 4 gyerek, 12 év alatti gyerek, 4 anyuka, és a többiek lehetnek férfiak, és akkor így állhatnak össze csapatok. Nagyon szeretném, hogyha például hogy a focisták, ezek a mészői focisulisok biztos, hogy összeállnak egy csapattal. Jó lenne, hogyha a többi gödi szakosztály is, ahol sok gyerek versenyez, és a szülők is ott vannak azért egy-egy versenyen vagy jegyzésen, ők is összeállnának, mert egy különleges hangulata van, különleges élményt ad az, hogy együtt evezni egy hajóban. A sárkányhajózáson kívül még azért nagyon jó programnak ígérkezik a mobil kötélpályázás. Ez Viola Berci a Dunakaland részéről fölépíti ott az Alsógödi strandon, és még lehet pingpongozni, teniszezni is. Fekete Karcsival megbeszéltem a Műszaki Egyetem oktatási bázisán. Ott van egy új teniszpálya, tehát azt is ki lehet próbálni, és két pingpongasztal is. Úgyhogy ezek lesznek a sportos részek, de kenuzni is lehet. Van ott egy pár kenú, azt is ki lehet próbálni, úgy szabadon. És este pedig Wichmann Tamás, aki már egy párszor részt vett ezen a sárkányos napon, de eddig inkább úgy, hogy vagy beült a hajóba, vagy főzött, most pedig zenélni fog a zenész társaival, gitározik, énekel. Ha augusztus 20-a, akkor rekordkupa asztali teniszverseny. Idén 2013-ban 14. alkalommal rendezi a szakosztály ezt a nívós asztali teniszviadalt. Mit kell róla tudni? A városi rendezvények augusztus 20-ai keretén belül már hagyomány, hogy megrendezzük az asztali teniszgöd rekordkupa versenyt 2013-ban 14. alkalommal. Ez a verseny nagyon népszerű, egyre többen jelennek meg a rendezvényen. A rendezvénynek a szponzora, támogatója a Rekord Kft., melynek vezetője Folyt Attila, és a szervezést az asztali tenisz szakosztály a Gödi Sportegyesületen belül végzi. A rendezvényre a környező településekről jönnek. Kezdetben inkább a versenyzők voltak nagyobb létszámban, és örömmel említem, hogy az utóbbi időben nagyon sok amatőr játékos jön, sőt a gyerekek száma is évről évre növekszik. A versenynek a célja, hogy versenyzési lehetőséget biztosítsunk mindenki számára, aki szeret pingpongozni. Ezen kívül felbukkannak tehetségek, tehát tehetségeknek a felkutatása és a sportágnak a megszerettetése. A versenyt 20-án 9 órakor rendezzük Balázsovi sportcsarnokba, nevezés a helyszínen fél 9 órától lehetséges. Különböző kategóriákban szervezzük a versenyt, külön nők, férfiak számára, amatőr és versenyzői szinten, külön felnőtt és ifjúsági
korosztályok részére. Tehát mindenkit szeretettel várunk. A győztesek elnyerik a Göd rekordkupát. A múlt évben 56-an voltak, bízunk benne, hogy az idén is legalább ennyien lesznek. 9 asztalt tudunk a tornacsarnokban fölállítani, és öröm nézni, hogy milyen lelkesedéssel játszanak az ott megjelentek. Rekordkupa után térjünk át kicsit a szakosztály jelenére, jövőre, mit kell róla tudni? A szakosztály 1995-ben alakult, bár 1996-ban beneveztünk a csapatbajnokságba, tehát tulajdonképpen 17 éve folyamatosan részt veszünk a Pest megyei csapatbajnokságban. 2 szerepeltünk az MB3-ban a megye mellett, a múlt évben először Göd sporttörténetében MB2-es csapatot is indítottunk, és az MB2-es csapat mellett megyei csapatot is. Kik számítanak kiemelkedő játékosnak? Hát kiemelkedő játékosnak az MB2-es mezőnyben Oroszki Viktor, ő tulajdonképpen az MB2-es mezőnyben 5. helyen végzett ragyogó eredménnyel. A megyében Újvári Tibor volt a legeredményesebb, és megemlítem, hogy Veszeli Dániel, saját nevelési játékosunk, aki tulajdonképpen serdülő korosztályú, de a felnőtt bajnokságban nagyon eredményesen szerepelt. És azután pótláskorok között is vannak már tehetségesek, mint említettem, őket is fogjuk már szerepeltetni a bajnokságban. Kik alkotják az edzői gárdát? Hát tulajdonképpen az edzői gárdáról nem beszélhetünk, jó magam vagyok edző, de vannak segítőtársaim, főleg az utánpótláskorúaknál, aki rendszeresen segít, a Hajdú Zoltán és a Turbé Zoltán. Kajakos éremeső a Sukorói Országos Bajnokságon, üzemelnek a Szabadstrandok Gödön, rövid híreink következnek. Remekül szerepeltek a gödi kajakosok augusztus első hétvégén a Velencei tavon megrendezett gyermek, kölyök és serdül a magyar bajnokságon, egyben Kolonics György emlékversenyen. A Sukorói kajakkenu viadalra 70 klub, összesen 3834 beülője nevezett, köztük a Gödi Sportegyesület és a MAFC kajakosai, akik a 3 versenynap alatt több mint 20 alkalommal szerezték meg az első 3 hely valamelyikét. A Gödi estének 4 arany, 3 ezüst és 5 bronzérem lett a mérlege, a Műegyetemi Klub 3 arany, 4 ezüst és 3 bronzéremmel zárt. A fiatalok egyéni, váltó és csapathajó számokban egyaránt a legjobban közt teljesítettek. A versenyen felavatták Ligi Sándor Munkácsi Díjas művész alkotását, az olimpiai, világ és Európa bajnok kenus Kolonics György szobrát. Egy másik sportembernek is méltó emléket állítottak, a velencei tavi evezős és kajakkenu pálya a jövőben Springer Ferenc nevét viseli. A szakember javaslatára határoztak korábban arról, hogy a vitorlázás mellett a kajakkenu és az evezés elterjesztése érdekében megépítsék a Sukoró és Velence közti 2000 méteres pályát. A dunai árhullám levonulása után a gödi település ellátó szervezethez megérkeztek a dunai strandok megnyitásához szükséges utolsó engedélyek is, így július közepén alsó és felső gödön is megnyitották a kijelölt partszakaszokon a szabad strandot. A víz minősége fürdésre mindkét helyen kiválóan alkalmas. A strandok területét a vízben bóják, a parton táblák jelzik. Mindkét partszakaszon mosdó, öltöző és első segélynyújtó hely áll a strandolók rendelkezésére.
közelmúltban adták át a Szakácskertben a Dunakaland kölyök kalandpályát, így Felsőgöd mellett már Alsógödön is várják a kötélpályázás iránt érdeklődő családokat. A Szakácskerti kalandpálya kifejezetten a kisgyermekeknek épült. A Szakácskertben egy telepített kötélpálya várja a gyerekeket. Mik a tapasztalatai a kölyök kalandparknak? Nagyon nagy örömmel fogadták őket a vegyetek észre, hogy a gyerekek, gödi lakosok is most már egyre távolabbról is érkeznek. A felnőtt pálya megnyitása után ez egy szinte egy kötelező lépés volt nekünk a gyerekpálya nagy igény miatt. Mi a különbség a felnőtt pálya és a gyerekpálya között? Elsősorban a magassága, amit ezt itt látni is lehet, egészen alacsony, 150 centin, helyenként 2 méter magasan van. Ez azért nagyon jó, mert a gyerekeknek a félelemérzet leküzdésében segít, hogy nincsenek nagy magasságban, illetve az animátor kollégák is könnyebben segítenek, ha a gyerekeknek segítség kell. Ez a telepített pálya milyen korú, milyen testmagasságú gyerekeknek készült? Hát testmagasságban nehéz belőni, úgy szoktuk mondani, hogy 4 éves kortól olyan 8-9 éves korig. A felnőtt pályánk a 135 centitől ajánljuk, tehát nagyjából így ez a két pálya le is fedi a megfelelő magasságukat. 8-9 éves korig bátran lehet hozni a gyerkőcöket 4 éves kortól. Milyen feltételek, milyen kritériumok alapján létesülhet egy ilyen telepített kötélpálya? A kötélpályának a létesítését elég komoly előzetes munkák során hoztuk létre. Először is a városvezetéssel egyeztettünk, a természetvédelmi hatóságokkal, és utána kezdődhetett csak az érdemi munka szakemberek bevonásával, tehát ez nem úgy történik egy ilyen pálya, hogy leülök és fölrakosgatom a drótköteleket, hanem itt komoly szakember gárda segített ebben minket, és utána jött egy nagyon szigorú hatósági vizsga, a TÜV által delegálnak egy szakembert, aki pontról pontra átnézi a kötélpályát, felhasznált anyagoknak a minőségét ellenőrzi, illetve a technológiát, ahogy elkészült ez a pálya. Milyen vendégkört vártok ide az Alsógödi Szakácskertben létesített kölyök kalandpályára? Itt a nyár során elsősorban a egyéni ügyfeleket, tehát nagyon sokan jönnek le a gyerkőccel, nagymama, anyuka lejön itt a nyári szünetbe, egy kicsit mozogni a gyereknek kiváló lehetőség. A nagy pálya alapján, a nagy pályán szerzett tapasztalatok alapján a többi időszakban pedig osztálykirándulásokat várunk, alsós osztálykirándulásokat, gyerekzsugrokat, tehát kisebb gyerkőc rendezvényeket. Ezt el kell mondani, hogy egy elég, ahogy lehet látni, egy elég kisméretű családias pálya, tehát itt nem tudunk nagy tömegeket fogadni, nem is célunk. Egyszerre 8-10 fő tud fölmenni a pályára, ha nagyobb csapat jön, akkor kiegészítő tevékenységet teszünk mellé, akár egy sárkányhajózás, vagy ügyességi feladatokat, de nem célunk nagy tömegek mozgatása, ezt a családias, személyes jelleget szeretnénk megtartani. Milyen az együttműködés a Szakácskert más bérlőivel? Nagyon jó a viszony a Szakácskert bérlőivel. Úgy próbáltuk eleve a pályát létrehozni, hogy ne zavarjuk egymást. Azért is került ide föl a pálya, hogy itt nem zavarjuk a horgászokat. Ahogy lehet most is hallani, most elég sokan vannak a pályán, nincsen nagy zaj, tehát ezt lent a horgászok már nem is hallják, hogy mi itt vagyunk. Jól meg vagyunk, köszönjük szépen. Hol található Gödön a felnőtteknek épített pálya? Göd két ellentétes végén vagyunk. A északi végén található a felnőtt pályánk, a Kék Duna Hotel területén. A kettes főútról egészen jól megközelíthető a Kék Duna utcán kell végigmenni, a Kék Duna Hotelig, tehát viszonylag könnyű megjegyezni. A gyerekpályánk pedig itt a Dunakeszi felüli végén, a Szakácskertben található. Milyen elérhetőségeken lehet rákeresni a Dunakaland kölyök kalandpályájára? A dunakaland.hu weboldalon megtalálható az összes velünk kapcsolatos információ, illetve itt a pályát szegélyező kerítésekre táblákat helyeztünk el, ott is mindent meg lehet tudni rólunk. Önök a Gödvárosi Televízió sportmagazinját látták. Egy hét múlva ismét várom Önöket. Akkor bemutatjuk a helyi futóklubot, valamint meginvitáljuk Önöket a jubilomi kajakkenu Gödkupára. Ám addig is mozogjanak velünk. Mára az alapszolgáltatási tábor sportnapjának képeivel búcsúzunk Önöktől, és ne felejtjék www.göditémák.hu. Viszontlátásra! Thank you.
Hoppá!